Sportnapot szerveztek a felsőtagozatos diákok számára a Bárdos iskolában június 11-én. A délelőtt folyamán osztályok közötti foci, kosár, röplabda meccsek zajlottak, kísérő rendezvényként sportágak bemutatójára került sor. Gyermekzsivajtól volt hangos a Bárdos Lajos általános iskola udvara június 11-én. A szikrázó napsütésben a hagyományoknak megfelelően megtartották az iskolai sportnapot. A rendezvény nagyon jó hangulatban telt. A diákok és a pedagógusok hosszú idő után most először tudtak közösen kikapcsolódni. Én azt hiszem, hogy mindenki nagyon örül, hogy visszatérhettünk az iskola falai közé. Így év vége felé hagyomány a Bárdos iskolában, hogy sportnapot tartunk, vagy az akvaparkban megyünk, vagy osztályok közötti sportmérkőzések zajlanak a felső tagozatosok számára, és az idén úgy gondoltuk, hogy ezt egy picit megfűszerezzük, és különleges sportágak képviselőit, játékosokat, edzőket hívtunk meg ide. Most is zajlik a sportnap, ahogy láttuk, a gyerekek nagy érdeklődéssel vesznek részt ezeken a különböző sportági foglalkozásokon, melyek a legnépszerűbbek. Jelenleg kosárlabda, foci és röplabda zajlik itt az udvaron. Azt hiszem, hogy ezek elég népszerűek. A röpis lányaink nagyon ügyesek, és a kosaras fiúk itt ebben az iskolában. És korán reggel már Németiné Deák Éva érkezett hozzánk, aerobikot tartott bemelegítésként. Aztán érkezett hozzánk Pető László, ő európai olimpiai bajnok és világbajnok sportlövő. A HSE tagball szakosztálya is itt volt. Wing Chun Kung Fu bemutatót tartottak, jelenleg is zajlik a Porszem Lovas Egyesület bemutatója, de már megérkezett körünkbe Lukács Krisztián, Magyarország legerősebb rendőre, és kapuéra bemutató is lesz a gyerekek számára még. Nektek pedagógusoknak mennyire feltöltődés, hogy ismét itt vannak a gyerekek, bár itt van már az év vége is? Azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon nehéz volt ez az időszak, ez a bezártság. A felső tagozatosok, a tinédzserek nem szeretnek egyedül lenni túl sokáig, szeretik elmondani a véleményüket, közösen megbeszélni a dolgokat. Habár online formában is összekapcsolódtunk, de teljesen más az, amikor itt együtt lehetünk. A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet következtében a diákoknak hosszú heteket kellett otthon tölteniük digitális oktatásban. A gyermekek már nagyon várták, hogy ismét találkozhassanak az osztálytársaikkal, és azt, hogy újra közösségben lehessenek. Nagyon jó, mert a digitális oktatásban a gyerekek egyre jobban el tudtak punyulni, így hogy ki tudtak jönni egy kicsit a levegőre, és nincsen tanulás, és szabadabbak. Meccseznek, szerintem ez jó, tehát az iskolának is, és a gyerekeknek is. Közösségben lenni remek. Én szívem szerint már mindent megtettem volna, hogy iskolába jöhessek. Nagyon hiányzott. Őszintén számomra nagyon jó volt, bár nem volt nehéz számomra az digitális oktatása, viszont azért itt a közösségben lenni azért csak másabb, és csak jóval jobb a hangulat is. Az iskola tanulói a nap folyamán számos új sportákkal ismerkedhettek meg. A tagball a kedvencem, de még nem tudtam részt venni rajta, mert pont meccsen volt. Nekem a röplabda nagyon tetszett, mivel még röplabda meccsen sohasem vettem részt, ezért ez nagyon izgalmas volt számomra. Volt tagball, volt lövészet, igazából ugye most volt ez a sportos lovaglás. Ezt ugye nem lehetett kipróbálni, de mindent kipróbáltam, amit csak lehetett. Volt röpi is, lehetett ugye focizni is. Mindent, amit csak lehetett. A diákok az iskolai elfoglaltságaik mellett a mindennapok során is aktívan sportolnak. Gyógyulásra járok, csak a Covid miatt most nem tudtam járni, de amúgy járok. Igen, kosárlabdázok. Szünidőmben pedig a barátaimmal röplabdázok. A délelőtt folyamán osztályok közötti körmérkőzések zajlottak. Az összes osztály, felsős osztály részt vesz kosárban, röplabdában és fociban. A fiúk futballoztak, most is ezt csinálják, nagyon ügyesek szerintem. A kosármeccseken is jól teljesítettünk, és a röplabda meccset is megnyertük. Röplabdában, kosárlabdában, fociban is. Igazából itt az osztályok gyűjtenek pontokat, és hát úgy a dicsőségért. Te, mint végzős hallgató, milyen érzés az, hogy ebben az évben alig tudtatok itt részt venni az iskola életében is, már nem sokára elballagtok? Hát, nagyon fura, mert azért mi mindig azt láttuk a nyolcadikosokon, hogy mekkora nagyok, és azért ez hiányzott a mi életünkből is.
Egész jól meg tudtuk oldani, mert ugye volt nálunk, nagy hagyomány volt ez, hogy a kis elsősökkel énekelnek a nyolcadikosok, és ezt szerencsére az iskola számunkra biztosítani tudta, és ez nekünk is elérhetővé vált. Így igazából az utolsó pár hétre, hogy be tudtunk jönni, ez nagyon jó, nekem nagyon tetszik, mert azért csak megmarad az, hogy mi vagyunk a legnagyobbak. A koronavírus miatt számos élményből és programból maradtatok ki. Milyen érzés az, hogy végül is a ballagásokat meg tudjátok tartani, és az élmény nem marad el számotokra? Hát őszintén így minden után nagyon-nagyon jó. Tehát nem tudom kifejezni magam, hogy mennyire örülök neki.